Eljöttünk most egy állatorvosi rendelőbe, mert nagyon sok kutyatartónál, a közösségi oldalakon többen tőlem is fölteszik a kérdést, illetve látom a fényképeket, ahogy a család együtt leül a karácsonyfa mellé az ebédre, és akkor meg előkerülnek a kutyák, a cicák az életükbe, és hát csurran egy falat, csurran két falat. Gondolom a karácsonyi és ünnepi időszak után a praxisban elég sok ilyen túletetett kutyával, hasmenős, hányos kutyával találkoznak. Egy kicsit tanácsot adna az ebogatta nézőinek, mi az, amire odafigyeljenek a nézők, mit szabad adni a kutyáknak, mit nem szabad adni a kutyáknak. Valóban így van, számos probléma adódik az ünnepek körül, amelyeket mi oly nagyon várunk a kutyák számára. Ez egyrészt rengeteg kellemetlenséget, másrészt nagyon sok veszélyforrást is hordoz magában. És valóban a veszélyforrásokat, hogyha áttekintjük, a legfontosabbak a táplálékkal kapcsolatosak. A kutya az egy ragadozó állat, ebből kifolyólag viszonylag rövid bélcsatornával és nagyon egyszerű bélflórával rendelkezik. Ezt a rendszer könnyű felborítani. Önmagában ehhez, hogy fölborítsuk, az is elegendő, hogyha hirtelen más táplálékot adunk a kutyának, mint amihez az addig hozzászokott. Az lesz belőle, hogy a kutya hányni fog, hasmenése lesz, és az állatorvosnál kötünk ki vele. A másik gyakori problémakör pedig abból fakad, hogy szeretünk megosztani a kutyával mindenféle finomságokat, amiket mi fogyasztunk az ünnepek során. Az egyik tipikus ilyen megosztás az az, hogy nem esszük meg a zsírokat, hanem egy jó nagy mócsingót, vagy akár egy egész pulyka bőrét odaadjuk a kutyának. Ez sajnos nem csak átmeneti kellemetlenségeket fog okozni, mint a tápláléka hirtelen megváltoztatása, hanem nagyon komoly egészségügyi problémákhoz is vezethet, így például hasnyálmirigy gyulladást okozhat, ami akár a kutya életébe is kerülhet. Azt tudom tanácsolni mindenkinek, hogy az ünnepek alatt ugyanazt etesse a kutyájával, amit odáig etetett, tehát ugyanazt a tápot adja neki, és hogyha lehet, tudatosan készüljön fel arra, hogy majd valamilyen kiegészítőt ad neki karácsonykor vagy újévkor, és az a kiegészítőt tudatosan kell megválasztani, olyasmi legyen, ami nem káros, és ami lehetőleg még hasznot is hajt, mint mondjuk egy fogászati utalom alatt. Sajnos nagyon sokan adnak a kutyájuknak csontot. Ha nyersen adják, az fertőzéseket okozhat. Hogyha hőkezelve adják, akkor pedig a csont szerkezete szálkásan törővé válik, ezért különböző problémák léphetnek föl. Amikor a kutya lenyeli ezeket a szálkásan hegyesre törő csontokat, ugyanis a szív bázisa fölött a nyelőcső megemelkedik. Ezért ez az a tipikus hely, ahol ez be fog fúródni a nyelőcső falába, perforálhatja, átlukaszhatja azt, és bejuthat akár a szívburokba is. Ezek a kutyák általában menthetetlenek. A másik pedig az, hogyha a csont szilánkosan törőfajta, például csirkének a csöves csontjai, akkor hosszú-hosszú tüskék fognak kiállni belőle, és végig karcolják a kutya vastagbeli, és akár egy tartós vastagbélgyulladásnak is a következmények közé tartozhat. A csontban semmi olyan hasznos anyag nincs, amire a kutyának szüksége van. A csont egy hagyomány. Hogyha a magyar emberek a kutyára gondolnak, akkor a csont jelenik meg mellette, a macska mellett a tej, a nyúl mellett a sárgarépa. Márpedig, ha el akarjuk tenni a kutyát lábaról, akkor csontot kell neki adni, a macskának tejet kell adni, a nyúlnak meg sárgarépát, mert az meg a magas szénhidrát tartalmú ételekbe fog belepusztulni. Tehát ezek a nagyon rossz asszociációktól meg kellene szabadulni. A csontban nincsen tápanyag, semmi hasznos anyag nincs a kutya számára. Szereti, de valójában semmilyen szükség nincsen rá. Egy olyan kutya, aki teljes életet él, családtag, akit sétálni viszünk, és akinek megfelelő minőségű táplálékot biztosítunk, annak nem kell csont. Mi az, amit még azt mondja a doktor úr, hogy abszolút ne adjunk a kutyának? A harmadik leggyakoribb problémakör az édességek köré csoportosul. Ezek közül is elsősorban a csokoládé és újabban a nyírfacukor, vagy sokak által szilitnek nevezett vegyület okozza a problémákat. A csokoládéval az a baj, hogy minél több kakaó van benne, annál több olyan koffein típusú alkaloidákat tartalmaz, amelyeket a kutya nem tud tolerálni. Hogyha sokat adunk fekete csokoládéból, akkor azzal megmérgezzük a kutyánkat, akár bele is pusztulhat. Hogyha valaki fehér csokoládét etett a kutyájával, az is egészségkárosodást fog okozni, hiszen a fehér csokoládéban rengeteg zsír és cukor van. Hogyan tehetünk jót? Hogyan válthatjuk ki ezeket a különleges csemegéket? Ön mit ajánl? Mit érdemes vinni egy kutyás családhoz ajándékba, vagy mit vegyünk ajándékba kedvenceinknek, ami egészséges is és finom is neki?
Szerintem a legfontosabb azzal tisztában lenni, hogy a kutya nem igényli az ünnepi falatokat. Ha valaki folytatja azt az etetést, amihez a kutya hozzászokott, azzal nagy mértékben csökkenti a kockázatokat. Ha pedig mégis szükségesnek látjuk azt, hogy valamely oknál fogva finom jutalomfalattal kedveskedjünk, akkor olyat érdemes választani, ami biztosan nem árt a kutyának. Erre a célra a leghasznosabbak talán a fogászati jutalomfalatok, illetve más a kutyának gyártott ételek, de olyan mennyiségben azokat is, ami nem fog problémát okozni. Szinte minden kutyás rémálma a szilveszter. Milyen szokott a szilveszteri időszak lenni? Mire figyeljünk oda? Valóban így van. A tűzijáték és a petárdázás az egyik legkomolyabb probléma a szilveszteri időszakban. Sok kutya halálosan fél ezektől, és minden szilveszter után több fél, mert sajnos az ittas emberek hajlamosak arra, jó mulatságnak tartják azt, hogy petárdával dobálják meg a kutyákat. Ezért az első számú szabálya az, hogyha valakinek kutyája van és kertbe tartja, az engedje be ilyenkor a lakásba, vagy zárja be egy garázsba, illetve más biztonságos helyre, ahol a petárdák nem érhetik el. A másik probléma abból fakad, hogy nagyon sok kutya fél a tűzijátéktól, eleve rettegnek tőle, fóbiás félelmet éreznek. Ilyenkor, hogyha ilyen kutyánk van, ajánlott az ünnepek előtt felkeresni az állatorvost, aki gyógyszeres kezelést tud erre ajánlani. Manapság olyan nyugtatóink vannak, amelyek veszélytelenek is, és megfelelően hatnak az ilyen helyzetekben is. Azt senkinek sem ajánlom, hogy megpróbálja házilag kezelni, és valamilyen emberi nyugtatót adni, mert ebből nagyon gyakran mérgezések adódnak. De kaphatóak a kutyának megfelelő készítmények, az állatorvosok ki tudják szolgálni az ügyfeleiket ezen a téren. Tisztában kell azzal is lenni, hogy ez egy olyan betegség, ami gyakran jár a kutya elszökésével, gyakran keresztülugornak még az ablakon is, annyira megrémülnek a petárdáktól vagy a tűzijátéktól, ezért feltétlenül érdemes ellenőrizni szilveszter előtt az, hogy a már kötelező csip benne van a kutyákban, illetve hogy annak van-e regisztrációja.